Konferencia előtt több gazdaságot is véglátogattunk az Egyesült Államokban, amelynek az volt a célja, hogy betekintést nyerjünk az olyan technológiákba, amelyeket a magyar gazdálkodók is alkalmazni tudnak majd. Három dolog miatt jöttünk különösen. Egyrészt ugye a no-till gazdálkodásnak a gépészeti hátterét szerettük volna megnézni, milyen gépekkel dolgoznak az amerikai gazdálkodók, hogyan állítják be azokat. Szerettük volna jobban belelátni ebbe az intenzív legeltetésbe, tehát amikor nagy állatállományt mozgatnak kis területeken nagy gyakorisággal, valamint az intercropping, vagyis a több főnövény együttes vetésének a technológiáját szerettük volna jobban megismerni. Ezért a konferencia előtti egy hétben olyan gazdaságokat kerestünk föl Kansasban, Nebraskában, valamint Dél- és Észak-Dakotában, amelyek ezeket a technológiákat már alkalmazzák. Soil armor is huge. You need to protect the soil in order to regenerate it and preserve it. And so that means green growing plants as long as Mother Nature will allow you to do that. Of course, minimal disturbance, no-till. You cannot disturb the land. Then, of course, livestock integration is a key component, one that's often overlooked. Again, diversity of plants, you know, to have the warm season grasses, the cool season grasses. Diversity is a key in your cropping rotations and in your cover crop combinations. Dakota Lake works with South Dakota State University in terms of doing applied agronomic and livestock integration work. There's no best rotation because every farmer will do it a little bit different. There's principles. We want to mimic natural systems, ecological cycles of natural systems, so the water cycle, the mineral cycle, community dynamics and whatever. And I don't think we can do that without having the animals. Azért utaztam Amerikába, hogy itt olyan gazdákkal ismerkedjek meg, akik körülbelül 50-60 évvel előbbre vannak a mezőgazdasági technológiák fejlesztésében és alkalmazásában. Elsősorban a no-till használatában, takarónövények alkalmazásában, a szántóföldeknek már nem hívható földeken való legeltetésben, azaz egy teljesen integrált zárt rendszernek az alkalmazásában, akár kisebb, néhány száz hektáros területeken, akár több tízezer hektáros területeken is. So we started the whole regenerative practices, which wasn't even a word back when we started, because of economics. We couldn't afford to do a lot of things. We couldn't afford the equipment. So we just started no-tilling, and we did that for 8 or 10 years, and everything rose, the yields went up. We didn't need as much labor. We didn't need as much horsepower. So all these things were stepping stones to get to where we're at today. Ralph Derbsch is a crop consultant from Paraguay who's worked no-till across the world, and he has a laundry list of here's what you do to be able to no-till. About number 7 on his list was where he started talking about the seeder itself. He talked about correcting compaction problems in the soil first. He talked about correcting nutrient deficiencies first. Talked about determining your crop rotation. Can you market what you're growing? Get these things in line first. We started as a corn on corn operation in 2006 is when we discovered interseeding in corn. It's a viable option. The biggest key to making 60-inch corn work is maintaining the population. But then we also started bringing soybeans, cereal rye, winter wheat, malt barley, all back into the mix to make them work. We had to start using some of the equipment to relay crop. We've had as much as 300 acres of relay crop a year. One thing about us, we test things, but we also scale up very quickly. I mean, the way I look at it, if it's paying the bills, you got to do it enough to justify the equipment we're running. I can remember when I was a kid asking Dad why he moved to minimum till before everybody did. We would just plow the terraces and then disc in between, and I told him, you know, thought that was lazy. Több ezer mérföldet utaztunk, és ami a legfeltűnőbb volt, hogy Wichitától Bismarckig három államon keresztül egyetlen egy szántott földet nem láttunk. És ez egy alapvetően meglepő volt a szemünknek, mert hát azért itt is van valamiféle tillage, vagy valamiféle talajművelés, de mondjuk azt, hogy a látottak alapján
nagyjából a területek 10%-a, ha valamilyen módon meg volt művelve, általában ez a szántóföldi kultivátorral, a csizelplóval, no-till területek és legeltetett területek váltogatták egymást. Alapvetően azt javasolták, hogy ne csináljunk semmit, nem szükséges. Tehát no-till működik, legeltetés működik. Ezeknek az integrációja és az adaptációja valójában a feladatunk. Az itteni termelőknek a hatékonysága az összemérhetetlen a magyar termelési egységekkel. Tehát amikor egyetlen ember 1200 hektárt elvisz egymaga, úgyhogy mellette legeltet az adott területeken, ez a fajta hatékonyság nem észlelhető Magyarországon semmilyen formában. Mi is több emberrel dolgozunk, úgyhogy van előttünk még némi út, hogy ezt a hatékonyságot megtaláljuk, de hál' Istennek nagyon sokat segítenek az itteni gazdák abban, hogy a megfelelő technológiák adaptálásában az ő tapasztalataikat fel tudjuk már használni.